Nem értem, mit kérdezzem. Azt mondod, vajon mi van a papíron, ugye az a fénykép, amit a Facebook oldaladon Kóbor János halála kapcsán megosztottál. Hát ez zongoránál ívünk, úgyhogy nyilvánvaló, hogy dalszöveg. De ez a te személyes archívumodból valahonnan? A fénykép? Igen. Pedig a... Igen, a fénykép. A fénykép? Hát inkább azt mondanám, nekem nincs olyan értelemben személyes archívumon, inkább azt mondanám, hogy valahol ráakadtam. Mi van benned? Ugye az elmúlt időben gyakran lehetett téged, relatíve gyakran látni, fénykép készült rólad temetőkben. Különböző zenésztársakkal félrevonulva lehetett téged látni. Értelem. De nem értem, mi a kérdés, hogy... Hát annak idején ugye, amikor az ember elkezdett rajongani az Omegáért, az LGT-ért, egyáltalán ezért az egészért, amiért te itt most benne vagy a vonalban, abban, ha halál volt benne, akkor az nem ez a halál volt, akkor az Janis Joplin volt, Jimi Hendrix, Amy Winehouse, az már csak az újabbak, Jim Morrison. Az, hogy 78 éves korában koronavírus fertőzés következtében meghalt Kóbor János, az valahol valami, tehát a 78 éves Kóbor János, ez egy hány éves Kóbor János a fényképen? Hát azt hiszem olyan 25-26 lehet. Köztetek 5 év van. Úgy néztem a képet, hogy ez egy ilyen 10 000 lépés lemez idő felvétel közben készülhetett. Te 5 évvel vagy fiatalabb nála. Pontosan, igen. Emlékszel még arra az időre, és ha emlékszel, akkor mi marad meg benned, vagy mi maradt meg benned az Omegás Presszerről, aki aztán kivált és az LGT tagja lett? Hát nem szoktam így magamat elemezni, meg azzal foglalkozni, hogy mi maradt meg máig. Mi? Figyelj, gyakorlatilag sokkal egyszerűbb a helyzet, mint azt itt a kérdésekkel az ember vázolná. Nyilvánvaló, hogy nekrológot nem fogsz mondani, mert bár miért nem mondhatnál, de amikor tudtad, mert nyilvánvalóan tudtad, hogy intenzív osztályon fekszik Kóbor, én nem tudom őt Mekinek nevezni, mert én nekem nem volt Meki, akkor tudhattad azt, hogy ő nem oltatta be magát, sejthetted az életkorából, adódóan független attól, hogy ragyogó fizikai állapotban volt, hogy minél hosszabb idő telik el, annál kisebb az esélye, hogy ő onnan élve jöhessen le, és ki tudja, hogyha élve jöhetett volna le, akkor milyen fizikai állapotban, és gondolom, anélkül, hogy egy nagyon mély presszer ismerő lennék, de azért valamilyen ismeretem van, hogy magadban úgy elkezdted a búcsút, független attól, hogy ezt egyébként aztán később rádió vagy tévéműsorban közreadod-e vagy sem? Hát azért bennem volt egy remény is, hogy én azt gondoltam, hogy a felépülés is eltarthat egy ideig, tehát az utolsó néhány naptól eltekintve nem voltak hírek. Nem volt hol kérdezzek híreket, úgyhogy én bennem volt az a fajta remény, hogy másokról is hallottam, hogy sokáig voltak bent, és a végén hát ki tudtak lábalni. Neki jó fizikai állapotban volt, ezt láttatta is, tehát én azt hittem, hogy van remény. Te a korosztályos társaiddal abból a világból, amiben éltél, mennyire tartod aktívan a kapcsolatot? Ugye azt gondolom, hogy hát egyrészt a volt LGT-sekkel, igen. De ez mennyire aktív? Hogy képzelj el az ember? Hát, napi telefon, találkozás.
Most különösen aktív, mert különböző ügyek miatt egy csomószor beszélünk, nincs. Hát most azért mindenki óvatos, tehát nem erőlteti senki az úgynevezett napi találkozásokat. Függetlenül attól, hogy Csémszörű mi vendégei vagyunk a Csíkzenekar LGT koncertjeinek, ami nem is igazi vendégség, hanem ott nem tudom, egy és negyed órát, másfél órát körülbelül színpadon is vagyunk, de más dolgok miatt is viszonylag sűrűbben érintkezünk. Amúgy pedig szinte ilyen véletlen alapon találkozgatunk, vagy beszélünk egymással a régi szakmai emberek. Nem, nincs olyan zenészklub, mint volt 50 évvel ezelőtt a Fészek, vagy ahol más művészek mellett a zenészek is ott voltak esténként, vagy éjszakánként. Úgyhogy nincsenek, vagy én nem ismerem, én nem tudok róla, hogy lennének ilyen helyek, ahol össze lehet jönni, vagy volt a Royal, ahol esténként üzemszerűen a nem épp a szabadnapos zenészek, akik nem vidéken koncerteztek, azok ott ültek. Úgyhogy ezek természetesen a korra ritkulnak, kevésbé vagyunk vagányak, kevésbé vagyunk mozgékonyak, kevésbé vagyunk, hogy mondjam, ilyen nyugtalanok, hogy állandóan menni kell. Ha már itt tartunk, akkor az elárulható, hogy miközben az ember nézi a Mick Jaggert, vagy néz más rockstart, aki megöregedett, te saját magadat látod? Tehát ahogy az ember látta a szüleit, te az édesanyádat nagyon hosszú ideig, saját magadat valaha is elképzelted de 70 évesen, és ha elképzelted, akkor olyan-e most az életed, mint ami ennek elképzelted? El nem képzeltem, és de elég tisztán látom magam, azt hiszem. Így a realitásban, nem a képzeletben. Hogy ezért nem tudom azt mondani, hogy olyan vagyok, mint amilyennek elképzeltem, de úgy azt lehet mondani, hogy én ki vagyok békülve azzal, hogy milyen a megöregedés, mert hát nekem nem változott semmi. Én csinálom a munkámat, hát az, hogy ráncosodunk, az, hogy nem tudunk úgy futni, vagy nem tudom mit csinálni, tehát fizikailag nincsenek meg ugyanazok a képességeink, mint megvannak egy 40 évesnek. És a belső motiváció? Belső motiváció is nyilván mindenkinél változó. Én ezt nem hívom így, hogy belső motiváció. Oké, rendben van, ez itt túlfellemzős. Én továbbra is imádok zenélni, és ebben a pillanatban még képes vagyok. És nagyon-nagyon érdekel a zene, és nagyon-nagyon érdekel a munkám. Úgyhogy, ha nem is képzeltem el, de körülbelül nincs vele bajom, hogy olyan vagyok, amilyen. Mert nyilván ritkább olyan, mint volt. Mikor láttad utoljára a Kobort? Hát sajnos ez egy elég tragikus találkozás volt a két temetésen. Először a Benkő Laci temetésen, majd alig egy pár héttel rá a Mihály Tumi temetésen. Ilyenkor udvariassági beszélgetés, vagy semmi közöm hozzá zajlik köztetek? Nem udvariassági, annál jobban vagy sokkal több volt. Úgyhogy nem udvariassági, egyáltalán nem. Amikor az ember a saját zenekarából veszít el tagot, mint ahogy te elvesztetted a Somlót,
azt lehet a külvilág számára érzékeltetni? Azt a veszteséget? Hát... Mert más, hogyha az ember fiatal korában valakit elveszít, mert elüti a villamos, vagy valami olyan halál történik, de amikor az öregedés folytán egy betegség, egy hosszú betegség az, ami megfosztja a zenekart egy tagjától, nem arról van szó, hogy kilép az Omegából és létrehozza az LGT-t, hanem más okból veszít el valakit visszavolhatatlanul, pótolhatatlanul, nem lehet vele utána már beszélni. Olyan hír ez, mint amit ő korábban csak mással kapcsolatban olvasott, mert vele még sohasem fordult elő, akkor azon az ember hogyan teszi túl magát? Hát nehezen, hogyha hasonlott, amit kérdezed, akkor azt tudom mondani, hogy nehezen. Sajnos ugye mind a kettőnknek, a Tominak is, meg nekem volt rutinunk már így elvesztésből, hiszen hát évtizedekkel ezelőtt elvesztettük a Bartát, és nagyon fiatalok voltunk még, vagy hát idézőjelben olyan fiatalok voltunk, 32, 33, 34 évesek voltunk akkor, és kétszeresen is elvesztettük a Bartát. És hát a Tomi után két héttel meg elment a Laoxi Józsi. Úgyhogy egyszerűen elkezdődött annak a tudomásulvétele, hogy ez ilyen lesz. Ez korábban ott volt a fejedben, vagy kizártad? Hát a Tomi hosszú betegsége közben sajnos azt tudtuk, és az utolsó néhány hetet, hát hogy is mondjam, az sűrű volt, az idézőjelben sokat találkoztunk, azok a találkozások már nem voltak olyanok, mint régen, de sokat voltam a Tominál, vagy hát sokat. Hát. Hetente úgy kétszer-háromszor, amikor lehetett, meg engedte az orvos, úgyhogy arra fel voltunk készülve. A Meki elmenetele az olyan, mondom, bennem volt még remény, mert valamiért, hogy azt hittem, hogy gyógyítani próbálják, vagy gyógyítani tudják, és a Misinél rövid idő alatt győzött a betegség, és hát én körülbelül egy-két hónap. Tehát a betegség, nem, a Tomi halála előtt 3 hónappal még együtt voltunk gyanútlanul, és arra egy hónapra rá kiderült a dolog, arra egy hónapra rá megmondta nekem, és arra egy hónapra rá elment Tomi. Tehát ezek nem tud felkészülni. Ezek a dolgok ott történnek a szemed láttára. Azt mondják, hogy a show must go on, és én a Trunkossal beszélgettem még jóval a kóbor betegsége előtt arról, hogy az mennyire természetes, vagy mennyire nem természetes, hogy egy zenekar elvesztvén tagjait többet is ezzel együtt készül jubileumi koncertre, hogy mennyire ugyanaz a zenekar adott esetben a Benkő, vagy a Mihály Tomi, vagy a Mihály Tamás nekem inkább nélkül. Ti kimondtátok azt, hogy a Somló nélkül már nincs LGT, de akkor, amikor zenekarok egy vagy két tagjukat veszítve még ugyanazon a néven koncerteznek, a számodra mennyire természetes jelenség, és te hogyan gondoltál az Omegának a 60. évfordulós koncertjére, amikor az még reális gondolat volt, vagy úgy gondolod, hogy erről most nem illendő beszélni? Hát én az utóbbit gondolom, nem tudom, hogy én tudom, hogy a Mekinek ez nagyon járt a fejében. Ez volt tulajdonképpen az utolsó dolog, amiről beszéltünk. Hát ugye nem számítottunk rá, hogy ez így történik.
És az, hogy mi az LGT-vel azt mondtuk, hogy ott mi nélkül nincs. Én nem tudom, hogy mások mit mondanak, mi lesz. Ez előbb-utóbb szóba kerül majd másik zenekaroknál is. Nem tudom, hogy ki hogyan gondolkodik erről. Valójában sok minden lehet. Ugranék nagyot az időben, két kérdés, és aztán békén hagylak, és köszönöm a rendelkezésre állásodat, miközben őszintén sajnálom az apropót. Annak idején, amikor az Omegából kiléptél és megalkottad, a számomra a legfantasztikusabb. Tehát nálam nagyobb LGT rajongó szerintem kevés volt, de ha valaki ragaszkodik hozzá, akkor beállok a sorba. Én azért úgy lelkesedtem, ahogy csak létezik, és ahogy ezt megengedték a szüleim, hogy eljárjak koncertre. Az a te kiválásod akkor milyen mély sebeket, vagy milyen nyomokat hagyott a ti kettőtök viszonyán? Hogy ez később mennyire rendeződött, vagy annak nem kellett rendeződnie, mert nem volt annyira mély, de azért Hütlen barátok címmel azért mégiscsak született dal. Igen, akkor létezett egy olyan fogalom, hogy bandaűség, és ez az együtt eltöltött 3 év, és az együtt készített 3 lemez kapcsán ez már abszolút élt bennem, úgyhogy ez egy nagy dilemma volt nekem, de nekem dönteni kellett, és én azt gondoltam, hogy ha én más zenét akarok játszani, vagy kísérletezni akarok, akkor nekem nem az Omegát kell megváltoztatnom, és nem az Omegában kell nekem változásokat generálni, hanem el kell menni a saját utamra. És ebben volt, ami könnyen elfogadható volt az Omegások részéről, volt, ami nehezen, vagy egyáltalán nem elfogadható. Mégis néhány éven belül megtörtént a békülés, anélkül, hogy különösebb, hírt vertünk volna e körül, és talán 8 évre rá már együtt turnéztunk, amit nem szoktak csinálni, ugyebár rossz viszonyban lévő zenekarok, és már előtte egy évvel a Benkő Lattival minket kirúgtak a Vörösmarty téről ezzel az ötlettel, pláne ugye, hogy a Beatrice-t beleúztuk, azt akkor nem vállalta be az Ori. Tehát elég hamar megtörtént az úgynevezett kibékülés. Én akkoriban a legtöbb időt a kóborféle Omega stúdióban töltöttem, és egy csomó munkát ott végeztem, és egy csomó munkával így vagy úgy, de neki is benne volt. Hol mint tulajdonos, hol mint érdeklődő. Tehát sokat dolgoztunk együtt a 80-as években. Utaztunk együtt 3-asban a Mihály Tomival és a Mekivel. Egy hétig autóztunk együtt, amikor volt egy ilyen magyar hanglemez, azt hiszem hanglemezgyár által szervezett nagy ilyen össznépi koncert volt a nagy zenefesztiválon, Cannes-ban, a Midemen, és mi 3-an együtt mentünk autóval, kóbor nagy sárga Mercedes-ével mentünk keresztül Kasul Európában. Igen. Mennyire vagy hálása a Jóistennek, vagy a természetnek, vagy hogy 70-en túl is olyan egészséges vagy, hogy az, ami téged éltet, egyebek közt, a zene, arra te képes vagy, hiszen nem egy muzsikus válik képtelenné, és nem kell ahhoz meghalnia,
hogy betegség miatt soha többet ne tudjon zongorához ülni, és akkor itt csak kisgyerekre gondolok, aki talán Budapesten adta az utolsó koncertjét, vagy legalábbis azt követően már olyan nagyon sok koncertet nem adott. Mennyire vagy hálás ezért bárkinek, és mennyire képzelhető el a te életed aktív zenélés nélkül? Hát nem akarom elképzelni aktív zenélés nélkül, de ez is benne van a pakliban. De persze, nagyon-nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ebben a dologban kegyes velem, és nem tudom, hogy tudom ennek jeleit adni, de őszintén hálás vagyok, mert nekem ez nem csak a munkám, hanem a legjobb, vagy legkedvesebb időtöltésem, és ez a legjobb dolog, amit csinálni tudok. Persze, én is imádok filmeket nézni, én is imádok színházba menni, pláne amikor lehet, de a munkámat, meg olvasni is szeretek, de a munkámat jobban szeretem minden más tevékenységemnél. Mennyire munka ez? Hát ez kemény. Hát amikor betanítasz, amikor rendesen lemezeket csinálsz, hát ha rendes munkát akarsz végezni, akkor kemény, csak nagyon-nagyon sok örömöd lehet benne. Ennek a szomorú beszélgetésnek a végén kívánok neked sok örömet és hozzá egészséget. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, viszont. Szia. Minden jó. Viszont. Presser Gábort hallottak. Elviselni.